20. század legszebb napja volt, október 23-a. Október 23-a, amikor egy annyiszor megalázott nép a világ egyik legnagyobb birodalmával szemben, a kommunizmussal, és annak legfőbb vezére a Szovjetunió ellen azt mondta, hogy elég volt. Elég volt, és a szabadságáért elindította áldász harcát. Október 23-án Székesfehérváron is, Budapesten is, az ország nagyvárosaiban fiatalok gyűltek össze, hogy megmutassák, hogy ennek a népnek igenis van akarata, ez a nép igenis önálló tud lenni. Ezek a fiatalok, akik például Pesten voltak, ők voltak a pesti srácok, az összefoglaló nevüket talán éppen a pesti harcok miatt kapták, nem talán, hanem biztos, hogy a pesti harcok miatt kapták, de a pesti srácok között bizony voltak olyan srácok, akik nem feltétlenül pestiek voltak, van köztünk olyan is, aki fehérvári volt. Csernai Ádám ugyancsak ott harcolt Budapesten, illetve azért Székesfehérváron is nézett, leste, hogy mi történik, de az, hogy mi történt Fehérváron, ezt majd elmondja ő, mert a fehérvári beszélgetések vendége Csernai Ádám. És nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Annál is inkább, mert már itt, mielőtt elkezdődött volna a felvétel, beszélgettünk a budapesti harcokról, és hogy még ma is sokan meglepődnek, hogy például a Korvin közben nem feltétlenül a pesti srácok voltak, akik pestiek voltak, és Pesten születtek, Pesten éltek, hanem bizony ott voltak a vidéki srácok is, mint például ön is. Mielőtt még 1956. október 23-áról, ami én komolyan is őszintén gondolom, hogy az egyik legszebb nap, mert azért úgy felsóhajtani, hogy szabadságot akarunk, hogy előtte, hát mondjuk ki nyugodtan, 150 éven keresztül nem tehettük, nem tudtunk ilyet tenni. Ez azért azt hiszem, hogy felemelő érzés. Ő 20 éves múlt akkor, 1956. októberében, de hogy kezdte el az életét? Merre felé tanult? Hogy milyen volt a gyermekkora? Honnan indult? Székesfehérvár születési vagyok, iparos családból származom, nagyon jó nevű Pék volt édesapám, 1946-ban meghalt, és mivel öten voltunk gyermekek, hát azért a rokonok azok hát magukhoz vettek nevelésre bennünket, így kerültem jó magam Zsámbékra, a nagybátyámhoz, az ott volt plébános, és ott tanultam először az apácáknál, aztán az apácarendeket felszámolták, akkor államiskolába kerültem, majd föl Budapestre, a budapesti piarista gimnáziumba. Ott végeztem a 4 gimnáziumot, és tulajdonképpen ezért is hát húzott a szívem annyira Budapestre, mert a gimnáziumom az a Mixárd Kálmán téren volt, és ez csak pár száz méterre volt tulajdonképpen a harcok színterétől. Na most, mivel ilyen helyen végeztem, azért nem nagyon volt esélyem arra, hogy hát tovább tanuljak, és ezért hát elmentem. Először Inotára mentünk, Inota Kohóba, majd itt Székesfehérváron a sütőiparnál. Egyébként ez már önmagában is nagy bátorság volt, nem egyházi iskolába járni, mert akkor már a kommunizmus erősen hát igen, éledezett. Na és akkor 56-ban egy felsővárosi pékségben dolgoztam, éjszakás műszakban, és reggel felé már alig vártuk a Kossuth Rádiónak az adását, hogy megkezdődjön, mert az azt jelentette, hogy lát lassan vége a műszaknak, és a furcsa recsegés, ropogás volt, ez 24-én hajnalban volt, és mondja a társam, te azt mondja, lőnek. Hát én nem voltam még akkor katona, nem is tudtam, meg azóta sem voltam természetes. És akkor hallgattam, tényleg lövések jönnek, és akkor rövid időn belül ugye különböző hát közleményeket olvastak be. Az első az volt, hogy az éjszaka folyamán fegyveres fasiszta csoportok megtámadták karhatalmi alakulatainkat és hát a közintézményeinket, és hát mondták, hogy ezért a szovjetekhez, Magyarországon tartozók, a szovjet csapatokhoz fordulnak segítségért. Majd később bejelentették, hogy
rádióadását átteszik lakjegyre, és aztán azután pedig rövides statáriumot jelentettek be, felszólították a fegyvereseket, hogy rakják le a fegyvert. Na hát, hazamentem, pár órát aludtam, és 11 óra, hát inkább egy óra felé bementem a városba. Hát akkor már eléggé... Ez 24-e éjszaka? 24-e dél felé volt. Uh-huh. Akkor már tömeg az Icsi-liget felé ment. Elértünk az Icsi-liget, én is elmentem az Icsi-liget sarkára. Akkor már rengetegen voltak. És mintha ott lettek volna abban az időben az autóbusz, meg legalábbis ott álltak meg ugye a városi autóbuszok, és jöttek vadásztörténgyárból, Mekováltól, meg különböző helyekről, és leszálltak az emberek, és mind ott maradt. És mindenki az előző napi rádiónál történt eseményeket beszélte, de olyan nagyon érdekes hangulat volt, semmiféle hangoskodás nem volt, inkább mindenki fülelt, hogy honnan hallhat valami hírt, újabb hírt a rádióból. Tudik, abban az időben, hát ugye nem volt telefon, rádió se nagyon. A rádió is általában ilyen vezetékes rádió volt, a falon volt egy kis rádió, és abban a Petőfi vagy a Kossuth rádiót lehetett hallgatni. A hírek leginkább... Ablakokból szóltak a rádiók, hogyha... Hát akinek volt, akinek volt. De a hírek azok leginkább a vasutasoktól jöttek, szóval a legtöbb helyen abban az időben a vasutasok szállították a híreket. Plusz még Fehérvárról például a sütőipari vállalat hordott fel kenyeret Budapestre, vagy a tejértből ugye vitték a tejet Budapestre, meg a fűszért. Ez a három cég volt, amelyik hát elég sokat élelmiszert vitt Budapestre, és ezek hozták a híreket. Na hát nagyon figyeltünk is, hát tényleg a rádióról szóló híreket hallgattuk. Körülbelül úgy 3 óra felé, én a bíróság előtt álltam, a járda szélénél, 4 tank jött elég nagy sebességgel a felsővárosi templom felől. Most 3 elfordult a vadásztörténygyár felől, egy pedig megállt a bíróság előtt. Akkor egy fiatal tiszt felnyitotta a tanknak a tetejét, hogy körülnézett, és akkor visszacsukta a tanknak a tetejét, és a ágyúnak a csövét azt a színházra, akkor még romos volt a színház, arra irányította, vízszintesen állította. Most pár pillanat, ma nem tudom milyen okból, eléléptem a tanknak, és így felugrottam a tanknak a lövegére. Azt akartam mondani, hogy barátok vagyunk, hát nem haragszunk egymásra, hát tulajdonképpen nem voltunk mi ellenségek az oroszokkal. Hát ugye kijártak a gyárakba segíteni, eljártak a földekre segíteni. Ha valamit vásárolni kellett, akkor őtőlük vettünk zsillett, pengét, benzint, meg gázpalackot, ilyesmit leginkább az oroszoktól lehetett kapni. De aztán akkor, amikor láttam, hogy ott van a géppuska a torony oldalában, na akkor rögtön visszaléptem, de még úgy szemeztünk a periszkópot, hogy mozgott, nem is láttam még olyan, hogy mérgesen nézett volna a tiszt. Elég az, hogy ott volt körülbelül egy óra hosszat, aztán beindította a páncélost, megfordult és visszament. Aztán röviddel azután osztott a tömeg, de csendben voltunk, semmiféle ilyen hangoskodás, vagy pedig ilyen jelszavak nem voltak, tényleg csak a budapesti dolgokat tárgyaltuk. De ahogy jöttem a városon keresztül... Mennyien lehettek körülbelül? Én szerintem 5-6 ezer, vagy talán több, teljesen tömve volt. Ugye, és igazából itt még csak békésen beszélgettek arról, hát, hogy nem, mi történhet-e Pesten. Csak tényleg a budapesti eseményekről beszélgettük. Mikor hazafelé jöttem, akkor már a József Attila gimnáziumnak azt hiszem ott volt a szállója, a diák szállója ott a Fekete Sassa szembe,
ott gyülekeztek a diákok, és hát mondták, hogy mennek majd tüntetni. És az ember nem is gondolta, hogy mi lesz. És később kiderült, hogy ugye ezek elmentek tüntetni, és a József utcai AVH-s laktanyánál aztán megtörtént az első sortűz. A Szabóház, ugye a Szabó palotánál, ahol 6 halott, és nagyon sok sebesült maradt az úton. De hát az egy pár szót, az is érdemes erről beszélni, mert ugye a diákok azok, többnek diákok, ifjú munkások, mert nem csak diákokról lehet beszélni, ifjú munkások is voltak, hát hiszen a halottak között is ugye voltak ifjú munkások. Ezek követelték, hogy engedjék el azokat a diákokat, akik lefoglottak ott, egy párat bevittek a laktanyába. Na most onnan állítólag kidobtak egy füstgránátot. A diákok, illetve hát a tömeg közül valaki visszadobta, és az már a túlsó oldalon robbant. Majd később vaktölténnyel egy pár sorozatot az ablakon kilőttek. Ekkor jött a páncélos a Gyümölcs utca felől. Mert ugye a Gyümölcs utcában ott is szovjet tiszti lakások voltak, és hát azt védte. Na most ő gondolhatta, hogy őt támadják, mikor hallotta ezeket a lövéseket, és ezért ő is hát tüzet nyitott, és így következett be ez a tragédia. Na érdekes, hogy erről nem hallottuk akkor a lövéseket, másnap az újságban nem jelent meg semmi, másnap délután is szintén kezdtük a megmozdulásokat, és akkor már azért követelések is elhangzottak, például a rabok kiszabadítása. A politikai foglyok. Politikai foglyok kiszabadítása, és akkor a Mikes városparancsnoknak, a sebes rúgónak leváltása, ezek voltak különösen. Ugye Székesfehérváron csend volt még ekkor, de Budapestről már azért jöttek jelzések. És ehhez a budapesti jelzéshez még hozzájött, hogy akkor értesültünk arról, hogy mi történt előző nap ugye Fehérváron is, mert erről nem nagyon volt semmiféle értesülés. Igen, ja, bocsánat, igen, mert a székesfehérvári mészárlásról az nem jelent meg semmi az égvilágon, ezt elhallgatták. És ez 24-én délután volt, 25-én délután. Tehát ehhez hozzájött a székesfehérvári sortűz is, és hát a budapesti a véres csütörtök. Na most utána most már mindig hangosabb volt a tüntetés, és hát meg a követelések is. Na most 26-án aztán szintén elkezdtünk tüntetni, de ez egy emlékezetes volt, mert a belvárosban volt jobban a tüntetés, nem is annyira a Zicsi-ligetben, és itt a fekvő katona sírjánál rengetegen voltak. A koszoruk ellepték a bazilika hátuljának. És ott hangosan énekelték a Boldog asszony anyánkat és a himnuszt. Közben hát versek is, meg szavalatok, versek elhangzottak, és szinte mindenkinek könnyes volt az arca, mert mind a két hát éneket ritkán lehetett hallani, hogy a himnuszt maximum esetleg január-szilveszterkor játszották, míg a templomokban se nagyon engedték, és hát a Boldog asszony anyánk, ez egy régi magyar himnusz ez is. Na most a püspökség előtt pedig a Svoly Lajos püspök tartott egy megemlékezést. Tehát ez ebből a szempontból szép volt. Este felé meg már megint a Zicsi-ligetbe ott tüntettünk, és hát ott már elhangzott először a Ruszkik haza is. És ahogy felnéztem a szovjet tiszti tiszti klubra, utána ilyetten néztek ki a szovjet tisztfeleségek, és a gyerekek is félrehúzták a függönyt, és ilyetten néztek, és még integettünk, hát ne féljetek, szóval nem szovjet ellenes volt a tüntetés, ezt el kell mondani, hiába akarják mondani, az nem az volt, mi a rendszer ellen azt akartuk megváltoztatni. Na és akkor követeltük, hogy adjanak
gépkocsikat, illetve autóbuszokat, hogy föl tudjunk menni Budapestre. És ottan fegyvert, vagy pedig és élelmiszert is vigyünk fel. Na most meg is ígérték, hogy 27-én a Velence szálló elé mennek autóbuszok. Valóban meg is érkeztek a buszok, úgy 2 óra felé. Az elsőként szálltam fel az egyik buszra, és nem jött utánam senki. És hát mi van, miért nem megyünk, menjünk már, jöjjenek a többiek is. És akkor kiderült, hogy mégsem értenek a buszok, mert akkor már Székesfehérvárt körbe vették a szovjet-magyar csapatok, és mondták, hogy se ki se be Fehérvárról. Hát nagyon el voltunk keseredve. Hazamentem, másnap, ez 28-án, délután megint mentem a városba, és a fekete sas patika előtt volt egy Csepel katonai gépkocsi, rajta hatalmas piros-fehér-zöld zászló, a vezetőfülke fel volt nyitva, és ott egy golyószóró volt a vezetőfülkén, mellette pedig ilyen fiatalok géppisztollyal és puskával sétáltak. És kérdeztem, hogy hát kik vagytok, mondták, hogy ők tompa utcaiak, és azért jöttek, hogy AVH-sokat fogjanak el, és adjanak át a magyar rendőrségnek, hogy majd az események után a független magyar bíróság ítélkezzen felettük. Szó szerint ez úgy emlékszem, mintha most mondták volna. De és kérdeztem, hogy elvinnétek-e magatokkal, mert mindenképpen szeretnénk Budapestre menni. Mondták, hogy természetes. Sötétedett, felszálltunk a terautóra, én a legvégén éppen csak a platóra tudtam ülni, mert a padok azok teljesen telve voltak, és mentünk a régi hatos úton fel Budapest felé. A Velence gárdony, ezek a részen teljesen sötét, teljesen kihalt volt, mert ahogy felbillantottam a ponyvát, ott láttam, hogy teljes sötétségben mentünk. Érden, ahol elválik a hatos út, ott láttam egy egész kis fényt, de ott is teljes sötétségben volt. Akkor a Fehérvári úton mentünk, át a Boráros téri hídon, ott mindjárt lefordultunk, és mondták, hogy gyorsan ugráljunk le, mert előtte Budafokon, a Törlei téren leállították a járművet, fegyveresek, ott lámpával világítottak. Megálltunk, és akkor igazoltatni akartak, mondták, hogy megyünk be Pestre, és akkor odajöttek, felbillentették a hátsó ponyvát, és akkor a srácok rájuk irányították a fegyvereket, tehát rögtön tovább engedtek. De azt még el kell mondani, hogy az szörnyű út volt egész Fehérvártól Budapestig. Tudnék, egy zárt, majdnem csak koporsóban voltunk, és csak a Csepel tárautónak az erős hangja hallatszott, és rákészültünk, hogy akármelyik pillanatban ugye támadás érhet bennünket, fegyveres támadás. Tehát ez nem volt, tehát szerencsésen elértünk a Akkor azért a félelem is megvolt, ugye? Nem is félelem. Hát az ideg, izgalom, hogy no, hát mi van akkor a széllőnek. És igazából semmit nem láttak? Ennek semmit nem láttunk, csak az érkezik persze, valami, az csak az erős motorzaj hallatszott. Na, akkor leugráltunk, lementünk a pincébe, totál sötét volt Budapest. És egyedül olyan csend volt, hogy talán a légző mögését is meg lehet tudna hallani. Néha hallatszott egy ilyen rövid géppisztoly sorozat távolból, és Csepel felől ilyen torkolattüzek villantak fel, gondolom ottan ágyúval lőttek. Lementünk a pincébe, ott ilyen szénen aludtunk, de ruhástól természetesen aludtunk, ott pihentünk reggelig, mert hát aludni nem lehetett. Reggel aztán fölkeltem, kimentem mindjárt a tisztám előtt, ott volt egy szétlőtt rendőrségi riadó, amit előző nap azért küldtek, hogy ezt a Tompa utca tisztámú fegyveres csoportot megsemmisítsék, de hát ők semmisítették meg ezt a rendőr riadóautót, és ahogy rátértem a Ferenc körútra, hát szörnyű látvány volt, ugye szétlőtt katonai járművek, lövegek,
akkor kitört kirakatok, a kirakatok csak be voltak deszkázva, de nem voltak kifosztva. Sok kirakatnál oda volt írva, hogy a kirakat tartalma a házmesternél átvihető. Szóval... Egyébként ezt az amerikai újságok, például a Times is írt erről, hogy Budapesten egy olyan különleges forradalom volt, ahol a kilőtt kirakatok, betört ablakok mögött egyszer nem voltak hajlandók az emberek elvinni semmit. És amíg odaírták, hogy ez a 8. kerület volt, ráadásul ez olyan, mintha Amerikában a Bronx lett volna, vagy a Harlem. Vagy a Harlem. Ja. És akkor elmentem egészen a Kilián laktanyáig. A Kilián laktanyá előtt ott volt már a Maléternek a beszorult páncélosa, ott volt. És a Kilián és a Corvin között volt egy páncélos, amit felgyújtottak, és benn ültek, szinte mozdulattanul, mintha szénből faragták volna ki a bent a személyzetet, és annyira össze volt égve a fejük, mint a két öklöm. Az is szörnyű látvány volt. Tehát mindenki tulajdonképpen úgy azt vette, hogy vége volt, vége a forradalomnak, majd most már csendesebb napok jönnek, ugye szovjet csapatokat kivonják, már az 29-e volt, ugye, és akkor kezdték kivonni, kivonják a szovjet csapatokat, és majd megkezdődhet a rendcsinálás. El is kezdődtek, már próbálták a sinekről levontatni az ilyen szétlőtt katonai járműveket, de ugye jött a október 31 és a november a halottak napja, minden szentek, rengetegen följöttek vidékről Budapestre, és mindenki ugye kíváncsi volt, hogy mi történt ott. Talán éppen ez volt az oka annak, nem, hogy azért a vidék elhallgatott így igen. Emiatt, mert sokan Budapestre mentek. Hát akkor sokan Budapestre jöttek, és hát az egyik, szóval öröm is volt, meg fájdalom is. Ugye ahogy meglátták a tereken, meg a fák alatt elhant, septébe elhantott, ilyen elesett hát harcosoknak a sírjait, hát szóval az szörnyű volt. Viszont csodálatos volt este, mert a sötét, elhagyatott Budapesten ezeken a sírokon százával égtek a gyertyák és a virágok voltak. Na, így vártuk tulajdonképpen az ötödikét majd, amikor megindul az élet. Ugye megindultak a gyűjtések, tényleg nyitott kofferekbe dobálták az emberek a pénzt. Olyan egység volt, hogy szinte hihetetlen. Például idős nénik hordták le nekünk a zsíros kenyeret, a teát, és szinte mindenki egyként a forradalom mellett volt. Na most november 3-án úgy feküdtünk le, hogy minden rendben van, Maléter elment aláírni a tökörre a kivonulási szerződést, és hajnalban ébresztenek minket, hogy srácok, gyertek, mert a szovjetek elfoglalták a körutat. Na, hiszen addig azért többé-kevésbé, hát béke nem volt a Corvin köz, ahol ön is volt, ugye, mert ott voltak konfliktusok a szomszédos Kilián laktanyával, amit egyfelől egyébként éppen Maléter ugye védte a laktanyát magát. Igen. Van. A Kiliánban tulajdonképpen olyan katonák voltak, inkább ilyen munkaszolgálatos katonák voltak, és a Malétert azért is rendelték ki, ő a Szovjetunióban végzett páncélos tiszt volt, hogy hát rendezze le a, hogy hívják ott, a Corvin közt. Első időkben voltak is, hát ilyen kisebb összetűzések, de aztán rájött a Maléter, hogy hát nem az az igazság, amit ő neki mondtak, és aztán tárgyalt is a Kilián vezető, illetve a Corvin vezetőivel, és aztán utána együtt védték ott a területet. A stratégiai pontok közül a legjelentősebb volt
a Kilián Korvin köz, és ez a, ugye egymás után szinte 100 vagy 200 méter egymástól voltak a felkelő központok. Ugye ilyen volt ott a Tűzoltó utca, közvetlen mellette ugye a Kilián laktanya, közvetlen szembe vele ott a Korvin köz, utána a Práter utca, aztán még egy háztömbelődőbb ott volt a Tompa utca, és akkor még ott voltunk a Rádai utcában, tehát itt voltak ezek, a hatalmas erőt képviseltünk, de hát az az igazság, hogy leginkább csak kézi fegyverek és molotov koktélok voltak. Na most 29-én volt egy gyűlés a Tompa utcában, és ott azt mondták a vezetők, hogy olyan nagy lett a, annyira feltellett a létszám, hogy ketté kell választani a Tompa utcai csoportot, és azért egyik részét a Rádai utcai kollégiumba helyezték át. De már akkor mondták, hogy probléma a pártház, a köztársaság tér, mert ott köztudottan ugye egy pár száz AVH-s volt, és a budapesti pártitkárok plusz a politikai tisztek ugye ott gyülekeznek, és hát ott próbálnak szervezkedni a felkelők ellen. Tehát aztán kiderült, hogy másnap aztán tényleg meg is támadták 30-án, de ebbe a mi csoportunk, a tompócaiak nem vettek részt, leginkább a korvinosok, és a, úgy tudom, hogy a Tűzoltó utcaiak, ezek vettek részt ennek az ostromában. Hát ez volt talán egy sötét pont, amire azt lehet mondani, hogy a forradalomnak ideje alatt, az alatt a csodálatos 13 nap alatt ugye ez megtörtént, mert itt aztán lincselések is előfordultak, sajnos. Na, tehát mondom, hogy... Itt járta be, ezek a fényképek jártak be, aztán utána a későbbi hát Kádár rendszerben az 1956-os forradalomnak. Viszont ez egy tanulságos volt, tudnélik. 30-án délelőtt már segítséget kért a pártközpont az állami vezetéstől és a hadügyminisztériumtól, hogy adjanak segítséget, mert tudták, hogy ott probléma lesz. Hát nekik is nagyon jó információk voltak. És ezért 3 vagy 4 páncélos elindult Esztergomból, hogy megvédje a pártházat. De mire, egy kicsit el is tévedtek, de mire odaértek a pártházhoz, addig, hogy a Pilis Csabaiak, hol egy tank, lőtte már a pártházat, és így nem a pártház védelmére, hanem a pártház ellen ők is beálltak a Pilis Csabaiak mellé. Elnézést, és ők is lőtték, ekkorá esett el tulajdonképpen a pártház. Tehát tulajdonképpen ez a 3 páncélos, akit megbízható politikai tisztek vezettek Pestre, hogy megvédjék a köztársasági átálltak. Ugye most egyesek azt mondják, hogy átálltak, másikon azt mondják, hogy eltévedtek. Hát azért nem hiszem el, hogy azért egy annyira hát kiképzett páncélosok azt nem tudják azt, hogy miért küldték oda őket. Nyilvánvalóan megmondták, hogy miért kell nekik menni. Na, de ez volt 30-a. Tehát 3-án úgy feküdtünk le, hogy nem lesz semmi probléma. 4-én hajnalban mondták, srácok, keljetek fel, az oroszok elfoglalták a körutat. A körút maximum 200 méterre lehetett légvonalba tőlünk, nem akartuk elérni, szinte hihetetlen, hát nem lehet. Akkor 3-as, 4-es csoportokba felültünk és elindultunk a körút felé. Na most csak annyit mondtak reggel, hogy senki ne egyen semmit, csak ígyunk, mert ebben az esetben a haslevés az halálos. Na most én illetve mi körülbelül 3-an vagy 4-en volt egy olyan vezetőnk, aki ott lakott közvetlenül a környéken. Az vezetett minket, elmentünk a Bakács-téri kórházba. Bakács-téri kórházba ott felmentünk, úgy emlékszem, hogy fél emelet magasságában mehettünk, és ott mentünk egy folyosón, és ilyen üveges beugrók voltak a folyosón, ott hatalmas ládákba vadonatúj szovjet AK-47-es gépkarabélyokat
adtak a kezünkbe, úgyhogy a gitárokat a srácok le is rakták, akik legalábbis ahogy páron ott voltunk, ezeket kaptunk, és mindenki kapott egy pultárat is mellé. Akkor lementünk a kórháznak az udvarába, ott lementünk egy pincébe, ott emlékszem, hogy sarokban volt egy lejárat, és a pincéken keresztül mentünk párhuzamosan a körúton. Na most azért tudtunk a pincéken keresztül menni, mert a pincék falában volt egy nyílás mindegyiken, állítólag ez még a második világháború volt, ez ilyen vészkiáratnak szánták, hogy ugye, ha lebombázzák egyik helyről, át lehessen menni a másikba. De a lakók azok len voltak, mivel ugye mondtam, hogy ki voltak törve fönn a az ablaküvegek, nem, hát azért len voltak a lakók, és hát ott is gyertyával világítottak, és hát mindenki jajgatott, volt, aki imádkozott, volt, aki jajgatott, hogy ez a sok fiatal megy a halálba, de nem zavart minket. A zsebemben volt, az előző nap kapott előleg, abban az időben azt hiszem 500 forint volt a fizetési előleg, meg egy díszkönyv. Abban az időben muszáj volt belépni a díszbe, és azt odaadtam egy idős néninek, hogy hát ha nem térek vissza, akkor majd küldje el anyámnak. De hát az az igazság, hogy soha nem tudtam volna, hogy kinek adtam. Egy idős néninek, azt tudom, ott a sötétben. És aztán a forradalom után 2 hónapra vagy 3 hónapra kaptunk egy levelet, hogy menjünk, és itt átvehetjük ezt. Ugye nem tudta, hogy én élek-e vagy nem, de anyámnak küldött egy levelet. Na, elég az, hogy így mentünk a pincéken keresztül, fölmentünk a 43 számnál, az második emeletre, hogy meg tudom mutatni az épületet, ez egy gyönyörű palota volt, és ahogy kinéztem ott szembe, a Kilián és a Korvin között már hatalmas lángokkal égtek ezek a szovjet személy, hogy hívják, katonai járművek, tehát nem páncélosok voltak, hanem páncélozott járművek. És volt, láttam egynek kettőnek, hogy ott a kereke, nem tudom, hogy azt ki volt lőve, de nagy lángokkal égett, és hogy lenéztem, alattunk pedig a villamos sineken szinte egymásba értek, úgy álltak a páncélok, milyen hatalmas teknős békák lettek volna, úgy álltak. És akkor mellettem mindjárt a srácok egy ilyen négyszögletes benzines kantából töltőregették a palackokat, ilyen másfél literes, abban az időben azt hiszem olyan volt a sörös palack, azokat töltötték benzinnel, egy rongylógott kivelőlük és egy dugó. Aztán, amikor egy jó párat megtöltöttek, akkor meggyújtották és elkezdték dobálni az alattunk lévő páncélost, azt elérték ezek a palackok. Sőt, ennek azt mondják, hogy volt egy olyan technikája is, hogy először csak láng nélkül dobálták a palackokat. Hát nem, meggyújtott, már amikor leért ugye lángba, és ott akkor ugyanaz, ugye, hogyha az a láng leért, ugye ott egy lángtenger volt, és akkor abban a lángtengerben dobálták, az mindig nagyobb lett. Igen, hát csak úgy tudom, hogy a hatásfoka erősebb volt azzal, hogy pár olyan palackot dobtak rá, amelyik csak folyott. Nem tudom, de folyott. Dobálták egymást, mert olyan pozícióban voltunk, hogy a második emelet, hogy nyugodtan le tudtunk dobni alá. Na, elég az hozzá, hogy aztán lángtengerben borult az egész tank, és borzalmas dolog történt, utána pár pillanat múlva fölülről, meg alulról hatalmas lángoszlop jött ki, és csak két lábon járó lángoszlopot láttunk. Az egy szörnyű, sose felejtem el, hogy égve égtek, illetve hát élve égtek el a szerencsétlen katonák. Na most, és amikor hát harcoltunk is, mindig azt mondtuk, hogy miért jöttetek ide, szóval nem úgy harcoltunk velünk, mint ellenségek, hanem tényleg, hát hogy tudtuk, hogy ők se szívesen jönnek. Sőt, az első rész, aki oda ment, ugye 24-én, akik Fehérvárról is mentek, nem is akartak nagyon harcolni a magyarokkal. Na, elég az hozzá, hogy mikor ez megtörtént, akkor utána megellenvedettek a többiek, és iszonyú ágyútüzet és géppuskatüzet kapott az épület, és hát az egész környék. Majd akkor lementünk, és a kapuba állva ott hárman voltunk, és a második páncélos aznak leesett a lánca, pörgött és úgy lőtt, és akkor eltalálta a kapu félfát, tehát ez szerencsére nem minket, és akkor
a kapufélfa, ahogy széjjel ment, annak a forgácsa megsemmisített, egy azt hiszem amerikai újságíró lehetett ott mellettem, meg a, aki vezetett minket, megsebesültek, és visszamentünk a Tompa utcába. Na most érdekes, hogy a gépjárműveket és a páncélosokat is visszavonták a szovjetek a hídfőre. Tehát egész délelőtt tulajdonképpen a hídfőn tartózkodtak ezek a járművek, és onnan lőtték be a körútat. Ugye az egész elég egyenes, hogy jó hosszan be lehetett lőni a hídfőről, biztos, hogy a Lülői útnál tovább be tudták lőni. De mondták, hogy hát nem kell félnünk, mert a fütyűgolyó az már rég elment. És akkor körülbelül délfelé elmentem a Rádai utcán a hídre, hídfőre, és ott egy ilyen hídfőt körül ölelő házsorba mentem ott fel a második emeletre, és szembe volt egy közért a híd fő másik felén, és ott volt egy szabvért katona, ami megrakva jött ki a közértből, akkor letérdeltem az ablakhoz, és onnan tüzeltem, és pár másodperc múlva ugyanazon az ablakon a hídfőről belőttek. És akkor mondtam, atya, honnan a fenéből tudhatták egy óriási háztömbön, hogy én hol lőttem. Aztán évek után jutott eszembe, hát én kitettem a csövét a fegyveremnek az ablakon, ugye, hát rögtön abban a pillanatban, ugye, nézd, rögtön látták, hogy hova kell lőni. Na, amikor ez megtörtént, akkor tudtam, hogy vége mindennek, mert ahonnan egy lövés eldördül, oda aztán géppuskával vagy ágyúval fognak lőni. De aztán már ők is tudták, hogy hogy kell menni, hogy ne érje el őket, mert más páncélelhárító nem volt, csak sajnos a Molotov koktél. Na akkor délután elmentünk a Mester utcába, és este felé hallottuk megint a páncélosoknak a hangját. Hát özönlöttek be a páncélosok, a Mester utcán jöttek a körút felé. Most a páncélosoknak a fedezetében voltak a szovjet katonák, jöttek tüzelésre tartott fegyverrel, plusz még a járdán is a fal mellett szorosan szinte súrolták a páncélos, illetve ezek a katonák a falat, és lövésre tartott fegyverre jöttek be. Hát ez volt november 4-én este, 5-én reggel aztán ott aludtunk ebbe a házba, reggel mondtam, hogy nincsen kaja, majd én elmegyek a Tompa utca 10-re, ott rengeteg élelmiszer van, majd hozok onnan. Ahogy ráfordultam az Angyal utcára, szembe velem az Angyal utca és a Tűzoltó utca sarkába állt egy páncélos felém irányított az ágyút. De már én a keresztezés közepén voltam, mondom, most mit csináljak? Mondom, hogyha variálok vagyok, akkor biztos, hogy lő. Akkor mondom, mindegy, megyek a járdára, megyek egyenesen. Aztán hát egy háztömböt kellett menni a Tompa utcáig, mondom, de ha találok egy kaput, akkor beugrok a kapu alá, aztán ott maradok estig. Riktig, utána két vagy három ház lett volna, mindegyik be volt zárva. Na, körülbelül egy olyan 15 méterre lehettem a sarokra, mondom, még egy pár lépés, aztán ott vagyok a sarkon, és ahogy a sarokra élek, félrenézek, jó 30 méterre ott áll egy ilyen szállító páncélos jármű, rajta egy állványon egy géppuska, mögötte egy mongol képű katona, de arra még most is emlékszem, vagy a feje volt nagy, vagy a sisakja volt kicsi, de csak így a feje tetején volt a sisak, és hallottam, ahogy kattog a géppuskának az alja, hogy rám irányította. Na mondom, vége mindennek, hát 20 méterre volt, hát az egész tárat, rapityára tudott volna lőni. Hogy megtömmel megálltam, félrenéztem, körülbelül 15 méterre ott feküdt egy orosz katona a 10 szám előtt körülbelül. Az alsó teste az úttesten volt, a felső teste pedig a járdán, és itt a ővel tartotta, itt lógtak a bele. Gondolom, hogy leeshetett talán egy jármű, mert nem úgy lőtték le, és keresztül mehetett rajta egy jármű. Na mondom, végem van.
én a mongol helyébe rapityára lőttem volna, ha fordítva állunk, nem lőtt. És akkor így intettem, hogy mehetek-e tovább, aztán akkor egy párat oda elém lőtt, jelezvén, hogy nem mehetek tovább, akkor szépen megfordultam, visszamentem. Ott voltunk estig, este visszamentünk a Rádai utcába. Körülbelül 10-15-ön lehettünk, mert mi vidékiek voltunk, nem mehetünk sehova. Pestiek azért hazamentek. Sőt, a katonák is hazamentek, mert ebbe a 28-ától 3-áig, aki lehetett, hazament. Hát örültek, hogy nem kellett visszamenni a katonák, nem kaptak egy ingyen szabadság. Vége van a bulinak, ugye, így mondom, és hazamentek. Sőt, hát ott ugye egy ilyen kisebb fajta békeszerződés is. Persze, igen, az volt. Sőt, ugye azt akarták, hogy majdnem ünnepélyesen búcsúztatjuk a szovjeteket, és nem lett volna semmi. Na most, tehát ott voltunk a dél felé, jön egy úr, elmegy a Rádai utcai kollégium előtt, még most is emlékszem, előttem van egy nagyon magas, vékony, fehér balonkabátos és barna kalap volt rajta, és ahogy ment, rá se nézett az épületre, csak így mutatott az épület felé. Mi onnan néztünk a városra, mert máshol nem is lehetett, az épület úgy néz ki, hogy hát nem is lehetett másfelé nézni, az úgy van beépítve. Na, pár pillanat múlva megállt egy, jött egy páncélos, ráfordult az épületre, de mondom, semmit nem láthatott, sem mozgás, sem egy kihalt épületre, fölemelte a löveget, és nem tudom mennyit lett, talán 3-4-5-5 lőhetett az épületben, de így mozgott az épület. Hát mondtuk, most ha szétlövi alulunk az épületet, akkor meghalunk mindjárt. Abba hagyta. És akkor ugye nem volt, csak a páncélos volt, szóval nem volt mellette egy gyalogos vagy valaki. Akkor elterveztük, hogy egyenként elmegyünk, mert csak úgy lehetett kimenni az épületből, hogy kimegyünk, és majdnem el kellett menni a páncélosig, és úgy lehetett elfordulni a híd felé. Egyenként kimentünk, nem akadályozott senki, minket szépen elmentünk a hídhoz, a hídnál megmotoztak minket, úgy jöttünk Fehérvárra. Ez volt a budapesti év. Aztán akkor utána jött a megtorlás. Az. Mikor beszélt erről egyébként először? Ezekről először tettél. És utoljára november 10-e körül a főnökömnek. A Pékségben. A Pékségben. A Hegedűs Péter volt az igazgatóm. Az valamikor Fehér megyei tanácselnök is volt. Nagyon rendes ember volt. Helyes, úgy szeretett, mint az édesapám lett volna. Én is szerettem őt. Ugye abban az évben nagy valami voltam, én érettségizett gyerek voltam, szóval azért az 50-es években még egy érettségi azért az nem olyan sokat volt, számított. Most. Na elég az hozzá, amikor hazajöttem, azt mondja, hogy ide figyelj, nagyon szeretném tudni, hogy mi volt Budapesten. Azt mondja, én idáig az előző rendszert szolgáltam, azt mondja, megbántam, hogy annyira kiszolgáltam, és szeretnék tudni mindent, azt mondja, menjünk el a Csitári vízhez, és ott nem hallja senki, mondja el nekem mindent. Hála Istennek elmentünk, nagyon szép idő volt, délután ott sétáltunk fel alá. Én első pillanattól fogva mindent elmondtam. Senkinek másnak soha nem mondtam el, csak ő neki. Hála Istennek. Na, elég az hozzá, hogy elmondtam neki, ez mondom, még novemberben volt, március 12-én behívtak ide a budai úti, akkor már rendőr kapitányság volt. Ott fölvittek a legfelső emeletre, ott a budai útra néző nagy terembe, hallgattak ki egy magas, erős tisztút és egy alacsonyabb, mindjárt rám kiabáltak, hogy na végre megjöttél, hol lövöldöztél. Még egy 4-5 kérdést adtak, abban a pillanatban tudtam, hogy mindent tudnak. Mert ugye olyan kérdést adtak, aki senki nem tudta, az csak a főnököm tudta. És akkor adtak egy pár papírt, hogy fél óra múlva visszajönnek, írjak le mindent, de ha valamit eltagadok, összetörik a csontomat, stb. Jó, megfenyegettek. És akkor
le is írtam mindent. Ugye, hát mondom, úgyis tudnak mindent, akkor mindent leírok. És följöttek, elolvasták, nem is volt több kérdésük. Láttam rajtuk szinte, hogy leesett az álluk, hogy én mindent leírtam. Azt is, amit nem kérdeztek. Hát mondom, úgyis tudják, akkor leírom, mert akkor úgyis kiverik belőlem. És azért a veréstől attól fértem, megmondom őszintén. Attól, hogy esetleg lelőnek, vagy valami, attól nem, de a veréstől attól fértem, meg a kínzástól. És akkor lekerültem mindjárt ide a fogdába. A fogdába két bányász volt, az egyik a Molnár Sándor, a másik meg a Palkovics József, és a Molnár Sándor, hogy meglátott, azt mondta, ó, ide figyelj, öcsi, láttam, hogy te még nem voltál ilyen helyen, ülj ide mellém, és kioktatott, elmondta, hogy senkinek nem mondjál semmit az esetedről, a kajáról ne beszéljünk, mert akkor éhesebb leszel, a családról ne beszéljünk, mert itt családos emberek is vannak, azoknak az, az szörnyű, és ha ütnek, akkor szorosan tedd a hátad mögé a kezedet, akkor nem tudják leütni a vesédet. Na most itt voltunk, nem tudom, talán egy hétig vagy tovább. Az ellátásra nem lehetett panasz, de csak reggel meg este engedtek ki egy WC-re. Napközben kellett, akkor ott volt egy ilyen edény, abba végezte el az ember a dolgát. Na aztán hívtak a Szabó 2, azt hiszem őrmester volt, aki fölvitt Budapestre. Nagyon érdekes, hogy nem volt sapkarózsa, se derékszi, semmi nem volt abban az időben még. Ez március 20-a körül lehetett. És ahogy elhagytuk itt a rendőrség épületét, ott is azt mondta, hogy ide figyelj, öcsi, azt mondja, bilincsbe kéne téged fölvigyelek, de én nem vagyok hajlandó téged megbilincselni. Menj előttem egy 5-10 méterre, hogy szemmel tudjalak tartani. A vasúton is úgy menjünk, hogy egy kupéba üljünk, hogy meg tudja, szemmel tudjalak tartani, és akkor úgy mentünk Pestre. Pesten a buszon is így mentünk, elmentünk a főkapitányságra. A főkapitányságon fölmentünk az emeletre, akkor már délután volt, mert kihalt volt az emelet tulajdonképpen. Bementünk egy irodába, ott ült két hölgy civilbe, hát én azt hittem, hogy én nem tudom, hogy a rendőrtisztek. Ugye ott megmondta a Szabó 2, hogy meghozta, hozott egy őrizetest, és kérdezték, hogy hát hol az őrizetes. Hát azt mondja, itt van mellettem. Na hát akkor ugye mindjárt fölmordult a hölgy, hogy azonnal vigye ki, állítsa a falhoz. Jó, kivitte, azt mondta, öcsi, amíg én itt vagyok, addig nem állsz a fal mellé. Akkor rövid ideig följött egy másik rendőr, az átvett tőle, és akkor mondták, hogy álljak a fal mellé. Hát ugye cipőór a fal mellé, a fejel, oda hátra tett kéz. De aztán ott álltam egy jó pár percig, akkor kijött a hölgy, és akkor rám mordított, hogy mi az anyja szentsét, azt mondja, les, fogta a fejemet, beleverte a falba, aztán utána elment talán WC-re, visszajött, akkor megint kiabált, hogy most meg halszik, ugye, megint kaptam, de ez volt, amit kaptam, utána nem bántottak. Szóval ez, hogy kétszer beleverte a fejemet a falba, az semmi. Na akkor levittek a földszintre, a földszinten átszálltunk egy másik liftbe, és akkor ott lementünk, vagy két emelet mélyen, egy nagyon mély ilyen pincékbe mentünk, ott voltak a börtönök. Én szerintem legalább olyan mélyen volt, mint a metró. És mivel közel van a metró, én szerintem akkor építették ezt, mikor a metrót, akkor alakították ezeket ki. Hát ez egy szörnyű börtön volt, mert át nyilvánvaló, ugye se ablak, semmi. A két ellenkező nyilas, a plafonon volt egy ilyen téglányi hely, azon egy kis levegőt adtak föl, vagy cserélték, de már reggel olyan kevés volt a levegő ebben, hogy úgy lihegtünk, hogy mindig azt hittük, hogy adnak egy kis gázt, aztán majd ott maradunk. Na hát aztán a társaim ugye volt a zsebtolvaj, aztán paprika hamisító, aztán volt ilyen cipő, abban az időben divat volt az a vastag talpú cipő, ugye Schuster volt, azt így bevitték, meg egy volt nyomozó volt talán. De sem pokrót, semmi nem volt, csak egyszerűen deszka pricsen aludtunk, itt is reggel meg este engedtek ki minket. Körülbelül egy hét múlva vittek fel kihallgatásra.
Hát nagyon nagy volt az, hogy láttam a napot. Mondtam, atya úristen, ilyen öröm, hogy látja az ember a napot. Tehát ilyen kicsi valami is elég ahhoz, hogy az ember hát örüljön. És azt is láttam, hogy nagyon intelligens kihallgató volt. Mindjárt leültetett, és úgy kezdte, hogy ide figyelj, öcsi, téged följelentettek, azt mondja, mi csak azokat fogjuk le, vagy azok menünk ki, akiket feljelentettek. De azt mondja, hogy egész Budapest köré azt mondja, vonhatnánk szöges drótot, mert azt mondja, valamilyen formában mindenki Budapesten benn volt az 56-os forradalomban. Tehát nem azt, tehát valamilyen formában, más nem téve szívesz. Na és akkor megvolt a kihallgatás, mondta, hogy írjam alá, olvassam el, hát olyan állapotban voltam, hogy nem is olvastam el, mondom, akármit aláírom, úgyis azt csinálnak velem, amit akarnak. És akkor tényleg alá is írtam, de azt sejtettem, hogy nem ellenséges, mert a cellatársaim nem így nyilatkoztak, hogy olyan finom kihallgatások voltak, vagy olyan szépen kérdezték őket. Lekerültem oda, újra ott voltam talán egy hétig, aztán elvittek az ügyészségre, illetve előtte még egy katonai börtönbe vittek a Tornai Lajos utcába. Hát ott már legalább volt világosság, mert egy kettes cellába kerültem, és hát meg ott egy kicsit tudtam sétálni. De körülbelül másfél hónapig ugyanabba az ingbe ruhába voltam, amibe bementem, kis kabátban voltam, abba voltam. Na és onnan aztán elvittek minket az ügyészségre pedig Kistarcsára. Kistarcsán voltam 6 hónapig. Na most hát ott is ilyen nagy termekben voltunk, 150-200-an voltunk, de egyetlen egy olyan szóváltás nem volt ott a rabok között senki. Hát mindenki ugye meg volt dönben, nem tudta, hogy mikor bíróság lesz, vagy akár ugye még utána még akasztás is lehet, vagy bármi lehet, akik ott voltak. Most Kistarcsán, amikor kiengedtek, még azért mondom, ezek érdekes dolgok, hogy ugye mentem, először is mindig körülnéztem, azt hittem, hogy újra letartóztatnak. Aztán fölszálltam a hévre, jött mindegy kalauznő, és kérte a jegyet. Mondtam, hogy nincs jegyem. És úgy intett azt, hogy ahonnan jött? Mondtam, igen. És akkor felnyitott, ilyen nagy bőrtáskájuk volt akkor a kalauznőknek abban az időben. Adott 20 forintot, ami nagyon nagy pénz volt abban az időben, hogy 20-ast. Aztán mondta, hogy ez elég lesz a hazáig, és mondta, hogy maradjak ott, ha jön egy ellenőr, akkor szóljak, akkor majd ő rendezi. Na most ez egy olyan dolog volt, amit az életben nem lehet elfelejteni. Mikor az ember azt hitte, hogy már mindenki elfelejtette 56-ot, mert ugye 57 májusában állítólag ugye Magyarország a május elsői ünnepségen egyértelműleg letette a voksát Kádár mellett, ugye senki nem gondolta, és akkor az az érzés, hogy hát él még 56 az emberekbe. Ugye ez már 57 novemberében volt. És akkor így jöttem haza, természetesen kirúgtak az állásomból, mondták, hogy már 12-én kitartak az állásomból. Akkor próbáltam elmenni, állást keresni. A Belsped abban az időben Belsped volt, ott először azt mondták, hogy felvesznek kocsisnak. A Belsped itt a színház mögött ott volt az irodájuk, hogy ha kérdezték, vezettem el már lovat, hát mondom, persze, abban az időben minden gyerek vezetett lovat. Menjek a Palota utcára, majd kapok 2 lovat, és vasútra lemegyek, és ott kapok majd munkát. Ezt alig hagytam el, talán egy 100 métert mehettem, szalad utánam a titkárnő, robogtatja a munkakönyvemet, szépen meg is van, és mondja, hogy álljak meg, ő nekik érettségizett kocsis nem kell, mert valami probléma lehet velem, mert még a főnöknek sincs érettségie. Jó. Akkor utána még elmentem a KSZG-be, oda próbáltam elmenni, és ott is mondták, hogy kihívják a rendőrséget, mert én biztos robbantani akarok.
Na, aztán szigorú rendőri felügyelet alá kerültem. Olyan annyira szigorú volt, hogy csak vasárnap mehettem ki 10 órakor. Azt is megmondták, hogy az Ady Endre utcán jöhetek a zicsiligeti rendőrségre. Fél tisztől, fél tizenegyig volt ez az idő. Tehát még a piac felé sem mehetek, mert ott laktam a piacra, szemmel Palota 56 szám alatt. Ez volt egy évig, aztán közben sikerült a Pateksnél elhelyezkednem. Ott is az első nap azt mondták, hogy azt nem akarják többet itt látni. De volt egy kis protekció, és mondták, hogy az igazgató mindig reggel jön, tehát menjek a gép mögött, ne lásson. Elég az, hogy aztán a Patekshoz kerültem, de volt olyan, hogy délutáni műszakban voltam, és 10 órakor jöttek az éjszakások, mondták, hogy az Ádámot már várják a rendőrök a kapuba. Maracskó úr volt, az volt a rendőr, aki vigyázott rám, de hát tulajdonképpen, ha én kiléptem a kapuból, csak éppen egyenest át kellett menni, 30 lépés volt, ahol laktam, 6 szám alatt laktam. De így is engedélyt kellett kérni, hogy 5 perccel előbb engedjenek ki, mert a Pateksnél nem engedtek ki, 10 óra alatt nem nyitottak ajtót, hogy engedjenek ki, hogy 10 óra alatt hazaérjek. Tehát ennyire szigorú volt a felügyelet. Aztán hát utána még kikértem ugye a Történelmi Intézetből a írományokat, aztán kisült, hogy 83-ig volt lakcímfigyelés. 1983-ig, tehát igen, jóval. Az az utolsó pecsét. Hát azt úgy gyarna is volt, de akkor volt egy, van is ilyen maximum úgy lakcím megfigyelés, 3x3-as megfigyelés. Uh-huh. Csernai hát, Ádám. Igen. 1956-ból, úgy 1956-ból, hogy a magyar forradalomtól. 1990 után egyébként elhitte, hogy lehet majd róla beszélni? Hát az az igazság, hogy nem tudom. Na most azt el kell mondanom, hogy november 5-én a bátyám is volt, de ő a Szénatéren harcolt, és oda szólt, hogy vár engem a körtéren, menjünk együtt ki, diszidáljunk. Ő ki is azt ment, aztán ott végzett Innsbruckba, és most is Ausztriában élő orvos lett. És akkor mondtam, hogy szégyelje magát, hogy ilyenkor megy el, amikor az országnak a legnagyobb szüksége lenne rá, mert november 7-e, 8-e, 10-e felé még hittük azt, hogy érdemes volt, és hát volt értelme az 56-nak. Pedig akkor kellett a legjobban küzdeni talán a szovjet csapatok. Igen. És az kellett. Az igazság, hogyha most kellene, tehát most lenne, akkor is ugyanúgy bennemnék a 56-os. Megkérdezték azt is sokszor, hogy tulajdonképpen miért mentem fel 56-ra. Ma. Hát aztán elmondtam, hogy az az igazság, hogy volt egy kötődésem Budapestre, mivel ott végeztem az iskolát, és azt hallgatni, mikor olyan egyetértés volt az országban, hogy folyik Pesten a vér, nyilvánvalóan mindenki akart segíteni. Volt egy kis kalandvágy is benne. Ezt nem egy 20 éves, mert ilyenkor nyilvánvaló benne van az is, meg a haza szeretet. Tényleg azt gondoltuk, hogy megváltjuk a világot. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat. És nagyon köszönöm, szívesen. És én megörülök, hogy elmondhatom, hogy legalább tudják, hogy tényleg valóban mi volt ott 56-ban, és milyen összefogás volt Magyarországon. Csernai Ádámot hallgatták. Köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra.